Hogyan lehet a gyerekekkel beszélgetni arról, hogy van egy világjárvány, amiben meghalnak emberek, és van egy háború, amiben meghalnak emberek? Ezek a mesék hogyan segítenek a gyerekeknek, illetve hogyan segítenek a szüleiknek, mert gondolom azért ők is kapnak tanácsokat. Mindenképp beszélni kell a gyerekekkel, nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, hogy erről nem beszélünk, kell, viszont arra nagyon vigyázni kell, hogy ne zúdítsuk rá, hanem csak annyit, amennyit a gyerek kérdez, amely korának megfelelő. Én ezért írtam ugye egy olyan mesét, ami egy beszélgetés indító. Azért is neveztem el így, mert csak a háborúnak a fogalmát járom körbe, illetve hát ott is a szomszédos erdőben történik ugye a háború. Egyrészt ugye, ha meghallgatják, akkor egy olyan feszültségoldás van benne, ugye elviszem őket teljesen odáig, hogy egy nagyon-nagyon feszült állapot lesz, és onnan szépen lassan elernyed a mese. Ez egy stresszlevezetés már eleve, illetve ugye a beszélgetés indításba is fog nekik segíteni, hogy hogyan kezdjék el. És azért beszélgetés indító, mert mindig inkább a gyerek kérdésére legyünk kíváncsiak. Tehát meghallgatjuk ezt a mesét, szándékosan nem képi formátum, ugye? És megkérdezem, hogy mit gondolsz erről a meséről. Akkor elkezd feltenni olyan kérdéseket, amiket hallott oviba, iskolába. Mondjuk megkérdezi azt, hogy nálunk is lesz háború, akkor ugye erre válaszolnom kell, hogy reméljük nem, mi úgy csináljuk, hogy ne legyen. Tehát pozitívan előre mutatok mindig, de minden kérdésre válaszolok. Tehát, hogy ugye az egészen kicsik is mást fognak kérdezni. Legtöbbször őket az érdekli, hogy velünk is megtörténhet-e, apát is elviszik-e katonának, mi az, hogy tank. A nagyoknak már ugye megint teljesen más, ők már ott be fognak keverni olyanokat, mint egy unió vagy egy bármilyen kérdés. Ha kibeszéltük, a gyereknek nincs több kérdése, nem kell erőszakoskodni vele, lehet egy hét múlva lesz megint, vagy két nap múlva, akkor utána az oldalunkon is adok olyan tanácsokat, hogy hogyan lehet még oldani ezeket a feszültségeket, ami bent maradt, tehát lezárásképpen így is nevezhetnénk, hogyan oldjuk fel még a kicsiket. Ugye sokszor a mesék azért nem elegek ahhoz, hogy a gyerekekben a stresszt oldják. Milyen taktikák vannak arra, vagy milyen praktikák vannak arra, hogy a gyerekek megnyugodhassanak? Mindenféleképp javasoljuk ugye azt, hogy most a szeretet összetartozásaként többet ölelkezzünk, tehát ez amúgy is egy jó érzést, illetve a nagy motoros mozgások nagyon fontosak. Fogócskázzunk, bujócskázzunk, fussunk versenyt a gyerekkel, dögönyözzük, csiklandozzuk. Nagyon sokan nem tudják, és olyan furcsán néznek rám, amikor a háborúval kapcsolatban azt mondom, hogy most van itt az ideje, hogy nagyon sokat nevessünk, de ez valóban így van, mert nem csak immunerősítő a nevetés, hanem stresszoldó. Észrevehető egyébként a gyerekeken az, hogy feszültek a elmúlt évek és a mostani történések miatt? Abszolút észrevehető. A koronavírus elején volt körülbelül ilyen szintű a gyerekekben lévő feszültség. Veszekednek többet a gyerekek, csipkelődnek, a testvéreket észre lehet könnyen venni, mert ők otthon is agresszióba törnek ki esetleg. Nagyobb gyerekeknek romlik a jegye, kisebb gyerekekre többet panaszkodik az óvonéni. Nem fogadnak szót, ez egyértelmű feszültség jele, tehát innen tudhatja egy szülő, hogy baj van, kezelnem kell ezt a helyzetet. Már az egészen picik olyan csápjaik vannak, amit mi felnőttek elképzelni nem tudunk. Tehát, hogyha az anyuka feszült és ideges, akkor igen, mondjuk hasfájósabb lehet a babája, annak ellenére, hogy fogalma nincs, hogy mi az, hogy háború, a szülőnek a feszültségét fogja érezni. Tehát én a szülőknek is javaslom, hogy igen, stresszoldó gyakorlatokat próbáljanak végezni.